Idén 11 hetes lesz a vakáció. A diákok által nagyon várt nyári szünidő öröm a kicsiknek, de feladat a szülőknek, hiszen meg kell oldani a közel 3 hónapos időszakra a gyermekek felügyeletét. Ebben nyújtanak segítséget a nagyszülőkön, családtagokon kívül a táborok. Érdemes a táborfigyelő honlapján keresgélni a lehetőségek között. A tavalyi évben 225 ezer gyermek táborozott legalább egy hetet a vakációban, úgyhogy ez egy rekord részvétel volt, és abban bízunk, hogy az idei évben is el tudjuk érni ezt a számot, netán még meg is tudnánk haladni, és ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy elindult a táboroknál az előfoglalási szezon az idei esztendőben, ami azt jelenti, hogy már most lehet táborokat foglalni, és ezeket a táborokat előfoglalási kedvezménnyel tudják igénybe venni a családok és a szülők, ami 5-10 esetenként 15%-os árkedvezményt is jelenthet egy-egy tábor esetében. A tábor figyelőn 200 táborturnus érhető el, és bár még csak február van, egyes táborok már telítődnek. Érdemes már most lefoglalni egy-egy időpontot a vágyott táborokban. A kínálat szám szerint is hatalmas, de témákban is nagyon-nagyon széles, amiből lehet választani. Van például tanyásgazda táborunk, görkocsolya táborunk, robotika táborunk, de kaland, filmes, kézműves, sportévák közül is lehet választani. Sőt, kiképző tábor, dróntábor, horgásztábor is van. De brókernek, sőt tőzsdecápának is tanulhatnak a gyerekek az idei esztendőben, úgyhogy nem nagyon van már olyan téma, ami iránt érdeklődhet a csemeténk, és letalálnánk rá megfelelő biztonságos vakációs lehetőséget a táborfigyelőn. A szülők a táborfigyelőn keresztül tudnak foglalni. A szervezők megadják, hogy mennyi a tábor előleg költsége, amely általában a teljes költség 10-20-30%-a. Azok, akik nem élnek az előfoglalás lehetőségével, 10-20%-os áremelkedéssel számolhatnak idén.